November 26-án citerabát tartanak a Kistelyekik Lébersberg Művelődési Központban. Végnolocskai Krisztinát kérdeztük a bár részleteiről és a jegyvásárlási lehetőségekről. November 26-án citerabát tartanak itt Kisteleken, erről kérdezzük Végnolocskai Krisztinát, a Kistelyeki Citera zenekar vezetőjét. Köszöntelek, beszéljünk erről a citera bárról. Hát ez már egy hagyományőrzés a részünkről, már több évtized óta megrendezzük minden évben a citera bálat. 3 évvel ezelőtt volt utoljára, a vírus miatt nem tudtuk megrendezni. Nyáron volt egy nagyszabású találkozó, ahol ugye visszahívtuk azokat a vendégeket, akik rendszeresen vendégül látnak minket is. Most pedig a többnyire kisteleki vendégeknek rendezzük meg ezt a bálat. Lesz zene, tánc, mulatság, csupa meglepetés, halasi hangulat, zenekar fog a műsorunk után zenélni nekünk, ők adják majd a hangulat alapjait nekünk. Erről a produkciótokról tudhatunk valamit egyébként? Most nem csak népdalok lesznek, lesz egy gömöri népdalcsokor, amit mi nagyon szeretünk, és egy citaratáborból szereztük hozzá az anyagot, és azt a saját szánk íze szerint átalakítottuk és megvalósítottuk. Reméljük, hogy sikerülni fog. És lesznek modern darabok is, mindenki által ismert és kedvelt. Ezekről nem szeretnék most bővebben, ez meglepetés. És még elő fogunk adni egy mesejátékot is, amit eddig nem csináltunk még, de ez lesz az első. Ugye mondtad, hogy ezt így a kistelekieknek szoktátok tartani. Egyébként akikkel így találkozókon citerásokkal összeszoktatok, mert úgymond találkoztok, ők is részt szoktak ezen venni, vagy csak így a kistelekiek? Hát ez most a kistelekieknek van. Igazából akik találkozón ott vannak, azok csak ott szoktak lenni. De nem csak kistelekről várjuk a vendégeket, hanem máshonnan is, a barátok barátait és rokonait. A halasi hangulat fog ugye zenélni, már évek óta ő szokott. Ugye? Igen, igen. Ők is a barátaink, a vőfé találkozón is támogattak minket, úgyhogy nagy szeretettel várjuk, hogy újra zenéljenek nekünk. Aki még most van lehetőség részt venni ezen a citerabálon, hogy van lehetőség erre, hogy egyet vásároljon? Hát a plakáton, megadott telefonszámon még korlátozott számban fogadunk jelentkezőket, de már nem sok hely van. Szülőként élni, nem csak lenni címmel tart előadássorozatot, Gulyásné Kis Adelina. Őt kérdeztük az előadások témáiról. Szülőként élni, nem csak lenni. Előadássorozatot tartanak Kisteleken. A projekt fő célja megmutatni, hogy egy hátrányos helyzetű beteg gyermekkel a családban is fontos a szülő lelki és fizikai élete. Ha a szülő kiegyensúlyozott, sokkal többet segíthet gyermekének. Az első előadás címe a látássérülés a családban, melynek témavezetője Gulyásné Kis Adelina volt. Őt kérdeztük az előadás témájáról. Tulajdonképpen a látássérüléssel kapcsolatban fogom tartani az előadásomat, de hogy igyekszem azért kibővíteni, úgyhogy általánosságban a fogyatékkal élőségről is legyen szó, hiszen az ugye már több embert tud megszólítani, és hogy így a látássérültséggel kapcsolatban szeretnék beszélni arról, hogy akár a szülők hogyan élhetik meg, vagy az érintettek hogyan élhetik meg a látássérülést, akár a gyengén látást, akár a vakságot, és arról, hogy mivel tudunk segíteni egy ilyen helyzetben lévő személynek, és hogy majd szeretnék kitérni arra is az előadás során, hogy az oktatási rendszerben hogyan tudnak részt venni a látássérült gyerekek, illetve a szülők hogyan tudják segíteni őket, és a szabadidő eltöltésében is. Mindegyikről egyébként beszélhetünk egy kicsit, hogy te hogyan is, miket is tanácsolsz, mind szülőnek, mind gyermeknek. Hát ugye két irányból is meg tudom közelíteni a helyzetemből adódóan ezt a témát. Ugye a szülői
oldalt, azt így saját tapasztalataim alapján, ugye a szüleimet látva vannak tapasztalataim, illetve ugye a pszichológusi szemléletekkel tudok még ebbe így belevonódni, és hát ugye a saját érintettségemből adódóan, és szintén a szakmai dolgokkal kiegészítve ugye azt, hogy gyerekként milyen látássérültnek lenni, és felnőttként milyen látássérültnek lenni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, hogy van most erre felület, hogy lehet erről beszélni, és van erre hallgatóság, hiszen azt gondolom, hogy legalábbis én azt tapasztalom, hogy alapvetően mindenkit így a segítőszándék vezére, de hogy sokszor így nem mernek, vagy nem tudják, hogy hogyan tudnak segíteni egy látássérültnek. Akkor ezért is választottad ezt a pszichológus szakmát, vagy azért is, mert kicsit jobban érdekelt ez a világ? Arra nagyon nehéz válaszolni, hogy így hány százalékban függ mondjuk attól, hogy én látássérült vagyok, hogy pszichológus lettem. Teljesen biztos nem lehet kizárni, de hogy alapvetően is érdekel így az emberi léleknek a működése. De hogy azért így azt gondolom, hogy nagyon sok élethelyzetbe elég jól bele tudok helyezkedni így saját érintettségem lévén is. Úgyhogy hát a szakmaválasztást valamilyen szinten biztos befolyásolta, de azért nem tudom, hogy ellenkező esetben így akkor is ezt választottam volna. Én azt gondolom, hogy egyébként igen. Füstmentes világnap, november 3. csütörtöke. Az erről szóló összefoglalónkat hallhatják. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november 3. csütörtökét nemzetközi szinten is füstmentes világnappá nyilvánították. A szervezet célja az volt, hogy felhívja az emberek figyelmét a dohányzás káros hatásaira és a füstmentes élet előnyeire. A kezdeményezés jelentőségét jól mutatja, hogy egy dohányzásmentes világnap már létezik. Ezt minden év május 31-én tartják. A novemberi 3. csütörtökre eső kampány viszont előtérbe helyezi, hogy a dohányzásról bár nehéz leszokni és időbe is telik, de sosem késő elkezdeni, hogy elinduljunk a füstmentes élet útján. A füstmentes nap kezdeményezése az 1970-es évekhez nyúlik vissza, amikor egy középiskolai tanár arra kérte az embereket, hogy egy napra tegyék le a cigarettát, és adományozzák azt a pénzt, amelyet cigarettavásárlásra költettek volna egy középiskolai ösztöndíj alapnak. 1976-ban ez a kezdeményezés már ott tartott, hogy az Amerikai Rákszövetség kaliforniai részlege 1 millió embert vett arra rá, hogy egy napra abba hagyja a dohányzást. A statisztikai adatok szerint a világon mintegy 1,3 milliárd ember dohányzik. Csak Amerikában körülbelül 34 millió felnőtt dohányzik még mindig, és továbbra is a dohányzás a világon a legnagyobb megelőzhető halálok és betegség. Magyarországon a 15 évesnél idősebb lakosság 36%-a dohányzik rendszeresen, és súlyosan megemelkedett a dohányzás a fiatal nők körében. Sajnos világelsők vagyunk a tüdőrák halálozást illetően, rendkívül magas a dohányzással összefüggő megbetegedések és halálesetek száma is. Kulcsfontosságú lépések lehetnek a dohányzás leszokásában. A dohányzásról való leszokás azt jelenti, hogy megtörjük a függőségek körforgását, és lényegében átkapcsoljuk az agyat, hogy megszűnjön a nikotin utáni vágy. Ahhoz, hogy sikeres legyen a leszokás, a dohányosoknak tervet kell készíteniük a sóvárgás és a kiváltó okok legyőzésére. Minél hamarabb leszokik egy dohányos, annál gyorsabban csüngetheti a rák, a szív és a tüdőbetegségek, valamint a dohányzással kapcsolatos egyéb betegségek kockázatát. Aki tanácsadáson vagy gyógyszeres kezelésen keresztül kap segítséget, az duplázza, vagy akár megháromszorozza a sikeres leszokás esélyét. Ez egy nagyon nehéz dolog, nehéz kérdés. Önmagában, aki minden segítség nélkül próbál leszokni a dohányzásról, körülbelül 4-5%-os az esély arra, hogy le tud szokni önállóan. Tehát pusztán azzal, hogy erős elhatározással azt mondja, hogy én ettől is ettől a naptól nem dohányzom. Az a tapasztalat, hogy általában már egy egészségkárosodás, vagy valami családi negatív esemény kapcsán történnek ezek a változások, ami előre viszi a dohányzásról való leszokást. Ezt azért érdemes nem megvárni, és az a javaslat, vagy az a legjobb, ha valaki még fiatalabb korában, akár 30-35 év alatt leszokik a dohányzásról,
mert körülbelül utána, 35 év után, hogyha kellő ideig, tehát 5-10 évig nem dohányzik, és utána természetesen ezután sem, ürül ki az a nikotin és egyéb anyag, méreganyag mennyiség, ami egészségkárosodást okozhat, és egy 5-10 év elteltével csökkennek olyan mértékben a betegségeknek a rizikói, ami egyenlő lesz egy nem dohányoséval. Ez nagyon fontos, tehát itt egy fiatalabb korosztályt megcélozni a dohányzásról való leszokásra. Tehát egyrészt kell egy nagyon erős elhatározás. Utána gyakorlatilag amit tudunk javasolni, az az, hogy vannak különböző nikotinpótló készítmények, ami vény nélkül elérhetőek a gyógyszertárakban. Itt a gyógyszerészek, szakasszisztensek segítséget tudnak adni. Fontos nagyon, hogy például a nikotintapaszt és a nikotinrágot, nikotincukorkát csak úgy lehet használni, ha valaki nem dohányzik, nehogy nikotin túladagolás lépjen fel. Idén is megrendezték az idősebb Vándor Rudolf emlékhangversenyt. Az erről szóló összefoglalónkat hallhatják. Sok szeretettel üdvözlöm minden kedves ismerőst, hozzátartozót, barátod és a díszvendégeinket az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar emlékhangversenyén. Köszöntöm Nagy Sándor polgármester urat, a Vándor és Belányi családokat, zenekarunk névadójának hozzátartozóit, Kisteleváros önkormányzati képviselőtestületének tagjait és intézményeinek vezetőit, a pedagógusokat, valamint az emlékhangversenyen szereplő együtteseket. Idén második alkalommal rendezett emlékhangversenyt az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar. A vírushelyzet miatt elmaradt a koncert, majd 2022. áprilisában a jubileumi 30. hangversenyre került sor, most pedig a hagyományokhoz híven a 31. emlékhangverseny következett. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere köszöntötte a koncert közönségét, a résztvevő zenekarokat és a vendégeket. Hasonló tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Immár városunkban ténylegesen hagyományosnak mondható emlékhangversenyen. Külön köszöntelek Anika és Rudi bácsi valamennyi családtagját, és természetesen hadd köszöntsem külön azt a vendégzenekart, aki Makóról jött el hozzánk, akinek a vezetőjéhez már én az előbb oda mentem és üdvözöltem, dr. Csikota József egyetemi tanárt, Isten hozott benneteket nálunk. A makói magán zeneiskola fúvós tagjai, Isten hozott valamennyi ötöket. Azt gondolom, egy ilyen rendezvény lehetőséget ad arra is a városnak, a polgármesternek, hogy ilyenkor mindenki előtt köszönetet mondjon. Köszönetet mondjon a Vándor Rudolf fúvószenekarnak, köszönetet mondjon Cirok Zoltánnak, köszönetet mondjon az Alapfokú Művészeti Iskolának, nézek itt Ágira és Árpádra, hiszen ők egész évben itt vannak mögöttünk, számtalan rendezvényünkön segítenek bennünket, és azt gondolom, hogy úgy, mint Rudi bácsi, és Rudi bácsi családja, és mi valamennyien, és a város is méltóképpen büszkék lehetünk rájuk, méltóképpen büszkék lehetünk arra, hogy ennyi év után a család, a nép, az egykori alkotó megmaradt, és talán színvonalában minden évben fantasztikus. Köszönjük szépen ezt nektek, és köszönjük szépen ezt az estét is. Volt olyan év, amikor nem lehetett megrendezni. Volt olyan esztendő, hogy beleszólt valami külső vírus. És most is hallottunk olyan hangokat, hogy számtalan településen, városban kulturális rendezvényeket már nem tartanak,
mert drága lett a gáz, és drága lett a villany. Én azt gondolom, az utolsó lenne az, hogy egyébként az ilyen rendezvényektől elzárjuk magunkat, elzárjuk a várost, mert azt gondolom ilyenkor, mint máskor is, még inkább szükségünk van arra, hogy találkozzunk, töltekezzünk, és együtt legyünk. Gondolkodtam idefelé jövet, hogyha nem lennék polgármester, eljönnék erre a rendezvényre. Vagy csak azért jövök el, mert meghívnak, és mindenképp illik itt lenni. Én azt gondolom, kedves Zoli, ez az a rendezvény, amit én amúgy is szeretek. Én szerintem amúgy is itt leszek, és itt lennék, és biztos vagytok, kedves nézők, itt nagyon sokan, hogy azért jövünk el, mert szeretjük, és nem csak azért, mert ismerőseink, gyerekeink, barátaink itt esetleg föllépnek, és hadd nézzük már meg őket. Persze, ez is fontos, de akik itt vagyunk jellemzően, szeretjük a fúvószenét, szeretjük a muzsikát, és szeretjük azt, hogy ilyen sokan, ilyenkor valóban egy kicsit ünnepelve, nézőként hallgathatunk valami olyat, ami tényleg jól esik. Azt kívánom valamennyiünknek, hogy legyen ez egy szép este. Azt kívánom kedves vendégeinknek, hogy máskor is láthassunk benneteket. Őszinte kritikával fogunk hallgatni benneteket, és azt gondolom, hogy tanár úr, egyetemi tanár úr, már a szakmaisága, az az életút, amit bejár és be fog járni, mindenképpen bizonyíték lehet arra, hogy az itt lévő növendékek is azt a fajta színvonalat, minőséget képviselik, amit tanár úrtól is megszoktunk. Úgyhogy Isten hozott valamennyiünket, nagyon szép estét, köszönöm szépen a meghívást, és tartsam ez a szokás nagyon sokáig. A hangversenyt a Makói Magánzeneiskola koncertfúvószenekarának műsora nyitotta meg. A koncertfúvószenekar karnagya, dr. Csikota József, egyetemi adjunktus, a Közép-Kelet-Európai Fúvószenekari Szövetség elnöke, valamint a Fúvószenei Világszövetség elnökének tagja. Majd egy rövid szünet után az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar zenészei foglalták el a színpadot. A hangversenyen minden évben szokás köszönteni a 10., 15., 20., 25., 30. éve aktívan tevékenykedő fúvószenekari tagokat. Idén 10 és 15 éves jubiláló nem volt, viszont Dakó Lajos ebben az évben ünnepelte a 20. évfordulóját. Viszont Dakó Lajos ebben az évben ünnepli a 20. évfordulóját. Kérem a színpad elé az ünnepeltet. Zenekarban van egy olyan tag is, aki a kezdetektől fogva 1987 óta segíti az együttes munkáját. Ő Kapály Zoltán, aki idén 35. jubileumát ünnepelte. A zenekar soraiban ő olyan is, aki a kezdetektől 1987 óta vesz részt az együttes munkájában. Ő idén 35 éves jubileumát ünnepli. Kérjük Kapály Zoltánt, vegye át emléktárgyát.
Az idősebb Vándor Rudolf fúvó zenekarának műsora után a két utolsó műsorszámot ezután közösen adta elő a két zenekar, ezzel zárva az emlékhangversenyt.